Emelkedő tendenciát mutat az influenzás, a covidos és hányással, illetve egyéb kellemetlenséggel járó vírusos esetek száma. Egyre több a beteg Fehérvár megyében is. Mosolygó Éva háziorvos híradónknak elmondta, gyors lefolyású vírusokról van szó, amelyekkel könnyedén fel tudjuk venni a harcot. A hányós hasmenős vírus az azért jól elkülöníthető a többitől. Lázzal ugyan ez is jár, de a legkellemetlenebb az a legyengüléssel járó hányás és a hasmenéssel járó folyadékvesztés. Ettől aztán nagyon kellemetlen közérzet van, nem tudnak enni, inni, és egy olyan 2-3 nap alatt azért meg is gyógyul, hogyha nagy hibát nem követünk el. Ezektől egészen más tünetekkel jönnek a légúti hurutok, amelyek jellemzően náthát, lázas állapotot okoznak. A háziorvos kiemelte, amikor vírusbetegségre gyanakodnak, akkor a tüneteket kell csillapítani. Amikor vírusbetegségre van gyanunk, vagy esetleg bizonyítékunk egy teszt által, akkor csak a tüneteket kell csillapítanunk, mert speciális szer, ami a vírust elpusztítja, ilyen esetekben nem alkalmazható. Van, de nem nagy tárházunk van, és ilyenkor nem szoktunk használni vírusölő szereket. Gyakorlatilag a szervezettől várjuk, hogy legyőzi, és le is szokta győzni. A tüneteken kell segítenünk, hogy minél hamarabb visszatérjen a komfortérzet. Mosolygó Éva hozzátette, mivel ezek a betegségek cseppfertőzéssel terjednek, fontos a maszk használat, és még nem késő felvenni a védőoltásokat. Az influenza oltás folyamatosan elérhető a háziorvosoknál, de az új típusú COVID ellen optimalizált oltás is elérhető már az oltópontokon.